Krishna szent neve transzcendentálisan gyönyörű teli. Minden lelki áldást megad, mert ez a név maga Krishna, minden gyönyör kutfeje. Krishna neve minden transzcendentálisan transzcendentális íz megtestesülése, és semmi sem hiányzik belőle. Semmilyen körülmények között nem anyagi, és nem kevésbé hatalmas, mint maga Krishna. Sohasem szennyezedik be az anyagi tulajdonságok, ezért nem lehetséges, hogy kapcsolatba kerüljön májával. Mindig felszabadult és lelki, az anyagi természet törvényei sohasem kötik feltételekhez. Ez a szent, ezért van így, mert Krishna neve és Krishna maga azonosak. És nem ismételjünk együtt. Magyarázat. Nagyon figyeljetek, vissza fogok kérdezni, miről szól a magyarázat. Ez az idézet a Padma Puránából származik. Miről szólt a magyarázat? Nagyon jó, figyelmesek voltak. Mindenki megadja magának egy kis díjat. Amagyánati mirandasya gyananjana shalakaya chakshurun militam yena tasmai shri gurave namaha nama om vishnu padaya krishna prestaya bhutale shrimate bhaktivedanta swami niti namine namaste sarasvati deve gauravani pracharine Nirvishesha shunyavadi pashatya deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jó, akkor ez a vers beszél, hogy ha valaki szeretne lelki megvalósítást és megtisztulni szenvedéstől, karmától, akkor legmagasabb szintű tisztítás ez Isten. És hogyan? Hogyha valaki énekel Istennek a nevét, akkor ugyanolyan hatása lesz, mint hogyha személyesen kéri Istent, és személyesen Isten tisztítja. Erről mindjárt kicsit fogunk tovább beszélni, de ez a lényeg ennek a versnek, hogy van sok módszer, mi mindjárt meg is nézünk ezeket a módszereket. Előbb vissza tudjunk emlékezni, hogy az akadálya a léleknek, hogy lélek vagy ember azért született, hogy legyen boldog, ez a fő célja. Senki se új évben nem mondja, hogy általában úgy mondják, boldog új évet kívánok, de senki se mondja, boldogtalan új évet kívánok. Ez már arra utol, hogy mindenki akar boldog lenni, és hogy mások is legyenek boldogok. Csak az minden évben megtörténik újra. Általában úgy mondja, hát igen, most ez az év nem sikerült, akkor most újra csináljunk. Boldog új évet. Akkor megint ugyanaz. Igen, mert hogyha mi ugyanazt folytatjunk, amit idáig, ami eredményezte nekünk szenvedést, és utána hiába kívánjuk boldog új évet, hogyha nem változtassunk a cselekvést, az eredmény nem változik. Szóval eredmény csak akkor lehet megváltoztatni, amikor megvan változtva a cselekvés. Hogyha valaki szereti epret,
de megy magot ültette, és akkor, mikor már adja a gyümölcsöt, a fa, akkor ember tud kiábrándulni, miért nem eper, miért megy. Akkor újra ültetem. És akkor újra fogsz ültetni, újra megy lesz. Ha akarsz, hogy eper legyen, változtass meg a cselekvést. És akkor erről van szó, hogy a mostani társadalom, ami próbál boldogságot elérni, és mindenkinek ígéri, ugyanazt a hibát mindig újra követnek el. Akkor hiába van sárga répa előttünk, sose lesz elérve, mert a maga gyökér a boldogtalanságba, a stressz, depresszió, ami van a világban, ez hiba már benne van a cselekvésben. Azt kell változtatni. Magasabb? Így jó? Csúszik? Már úgyis magas. Így jó? Jó. Oké. De lehet közelebb is ülni. Oké. És akkor nézzük meg Bhagavad Gita. Mondja, hogy igazából mit kell változtatni, mi az, ami nem ott keresünk a boldogságot. A harmadik fejezetben Krishna már nekünk elmondja, ahol problémákat megoldását próbál, hogy ember jöjjön rá. És akkor azt mondja, Indriyani Parányahur. Azt mondja, itt van az anyagi világ, az anyagi természet, anyag, ami élettelen, és ember sokszor gondolja, hogy az anyagi tárgyak lesznek, akkor boldog leszek. És akkor mondja, nem a tárgyakban van boldogság. Azt mondja, Indriyani, az anyag, halott anyag fölött, följebb, magasabb szintűn indriá, az érzékek. Akkor másik ember gondolja, akkor érzéki elégítés, ez magasabb, mint csak anyag legyen nálam. És Krishna mondja, de indriábja parammana, de az elme, az magasabb az érzékeknél. És akkor vannak emberek, akik igen, akkor az elmébe kezdek spekulálni, meg minden, és akkor ott élvezni lehet. De utána mondja Krishna, de ennél is vannak magasabb dolgok. Manasas tu para buddhir. De magasabb elménél az az intelligencia. Intelligencia által igen is ember tud már valamilyen boldogsághoz jutni, ami kézen fogható. Elmével csak nagyon rövid valami rövid időszakra lehet, ideiglenesre. De Krishna mondja, de jabudhe, de az intelligenciánál magasabb parasa tusa, a lélek. A lélek magasabb mindennel. Ezért az mellett, hogy ember végzi a kötelességeket, tanul, dolgozik, család és így tovább, de fő hangsúly kell a lélekre. És mondhatjuk, hát itt van tudás, itt van a megoldás, de mégse így csináljuk, mégse ezt gyakoroljunk. Valakik, akik meg is értenek, elméleti szinten próbálnak gyakorolni, akkor mondanak, hát valahogy ez most nekem nem megy, és akkor én visszatérem, inkább elmegyek a saját régi sineken a munka és a többi dolgok. De intelligens ember fog keresni megoldást. Intelligens ember érti, hogy igen, ebben a világban nincs értelme. Hogyha a halál a vége, én megszülettem, és lehet, hogy sikeres leszek, de utána nullázva van. Intelligens ember rögtön gondolja, opa, de akkor mi az értelme, hogy erőfeszítés egész életében, és akkor utána minden nulla. És akkor kezd kutatni, és akkor jön mondjuk
lelki úthoz, jóga, meditáció, és így tovább. Hogy tapasztaljon boldogságot, és amikor találkozik, akkor rögtön érzi a változást az életébe. Abban a pillanatban, hogy találkozik egy jógával, főleg bhakti jógával. És Krishna mondja, igen, amikor jógával foglalkozol, akkor megváltoztatja a karmádat, megváltoztatja az egész életedet. De hogy kell csinálni, mi a fontos? Azt mondja, a tudat a legfontosabb. A tudat, mert az anyagi világ által hatására, ezek a Facebookok, YouTube-ok, mi van még, Instagram, TikTokok, főleg most már annyira degradált a társadalom, hogy már egyre rövidebb videókat csinálnak, mert ember nem tud koncentrálni. Ez a koncentráció zavar, ugye úgy mondják, hogy klip tudat, hogy egy picit valamit néztem, most már elfáradtam, most kell valami más, és akkor azért a Facebookon lehet egy egész nap pörgetni a telefont, hogy csak úgy, és ha néha egy fél másodperce megállunk, oké, de nem megyünk tovább, igen. És Krishna mondja, ilyen esetben ember boldogtalan lesz, mert ha nem tud koncentrálni, akkor nem tud megoldani az életét, mert amikor jön a nehézség, és ez a világ, ennek is van garancia, ki már vásárolt márka dolgokat, akkor a gyártó adja a garanciát, ugye, és akkor lehet 2 év, 3 év garancia, hogyha 30 napon belül vissza lehet küldeni, vannak ilyen garanciák. Erre világra is van garancia. Lehet reklamálni. És képzeljétek el, erre világra a garancia, ameddig élünk. Be lehet reklamálni. Itt garantálnak, hogy szenvedni fogsz. Aki csalódott, az panaszkozhat. És a garancia nem jár le. Bármikor lehet. Szóval itt, de a probléma igazából a szenvedés az itt van. És rendbe kell hozni a tudatot. És Krishna mondja, igen, kell jógát gyakorolni. Milyen jógát a végén fogunk megnézünk. És akkor azt mondja, hogy mert nekünk van elme. És a fő probléma az az elme, ami szétszórt. És akkor mondja, a jóga azt csinálja, hogy elmét rendbe hozza. Ember megnyugszik, békés lesz, fokuszban lesz az élet. És akkor azt mondja, udaret atman atmanam, natmanam avasadayat. Atmaiva hi atmanobbandur, atmaiva ripur atmanam. Ugye a 6. fejezet maga a Gitából, ami a jogáról beszél. És akkor azt mondja, hogy a joga arról szól, hogy ember elmét használja a jogába. És arra kell használni, vagy arra van a jóga, hogy elme segítségével ember tudjon fejlődni. És másképp lehet degradálni, hogyha csak engedni legyen, ami lesz, általában most arról szól az élet, ugye, minket mindenre tanítják, iskolába, egyetemre, színusz, koszínusz, tangens, katangens, mint hogyha ezt minden nap kell nekünk használni. Mint hogyha a feleség nem tud megfőzni leves, hogyha a színusz, koszínusz nem ismeri meg, a kapcsolat nem fog működni. Hogyha akarunk házasodni, akkor meg kell tanulni színusz, tangens, színusz, koszínusz, tangens, katangens. Ki hallotta erről a kifejezésre? Én is hallottam. Ki tudja, miről szó? Valaki tudja. Nem fontos, ne aggódjunk. Kukába lehet dobni, úgy, ahogy van. De egyre nem tanítanak minket, hogy hogy kell élni. Hogy kell kapcsolatba lépni, hogy kell szeretni, hogy kell szeretve lenni. Ezt nem tanítja. A jóga ezt tanítja. Mert azt, amit mi megtanuljunk, ezt a tudást, ami segít a szakmába, valamiben hasznos, valamikor kíváncsiságot nekünk mondjuk teljesíti, hogy megtudjunk, hogyha kíváncsiak vagyok valami tudományra, oké, de
Alapba, avaszádaért. Alapba, hogyha nincs jogába az elme, akkor degradálni fog. De amikor valaki jogát, akkor nagyon gyorsan ember összeszed lett, fegyelmezett lett, koncentrált, és azt mondja tovább itt Bhagavad Gita-ba Krishna, hogy mi lesz, amikor ezt csinálja. Ugye csak itt átlapozunk. Akkor a jóga, az a lelki gyakorlatok plusz lelki tudás. És akkor gyána, vigyána, triptatma. Szóval ember, aki jóga gyakorol, akkor kap megvalósító tudást. Mit jelent, hogy olyan dolgokat fog látni, ami átlag ember nem látja. Szóval a világunk, a működése rejtett törvények alapján is működik. És hogyha ezt nem látjuk, nem ismerünk, akkor sose fogunk helyesen cselekedni. Szóval nagyon fontos a tudatnak gyána, vigyána triptatma. És utána azt mondja, itt az előző versben, hogyha valaki gyakorol, akkor milyen lesz hatás az emberre? Jitatmana, ez azt jelenti, jitatmana prasantasya, hogy mindenki ismeri ezt a szót, a shanti, shanti, ugye hallottunk ezt a szót. A jóga adja ezt a békességet, ezt a shantit a tudatba. Jitatmana, aki legyőzte az elmét, ez azt jelenti, hogy jógában van, akkor shanta, akkor békés. Jitatmana prasantasya, paramatma samahitaha. Nagyon érdekes. A jóga adja lehetőséget közvetlen tapasztalatot kapni Istenről. Paramatma samahita. Lehet hallani Istennek az irányítását. De lehet mondani, jó, de és hogyha van csaló, bárki tud mondani, most én elmegyek, csinálok valamit, Isten engem irányít. Jó, itt ez a vers mondja, Sitasna szukha dukha, hogyha valaki már olyan erős, hogy boldogtalanság, vagy nagyon nehéz helyzetben, ami belekeveredik az ember, nem lesz zavarodott, hanem meg tud emészteni, mint a volt ugye Jézus Krisztus. Elkapták, megverték, keresztre szögelték, nem volt zavarba. Észrevettétek? Nem mondta, hogy hívjatok pszichológust, ezt most fel kell dolgoznom. Nem. Nem is volt megharagodva. Na ez a tudat, aki ilyen tudatban van, ő képes kapcsolatban lenni Istennel, hallani Istennek a hangját, utasítását. És ez a lényeg, hogyha valaki boldog akar lenni, akkor kell első lépés keresni, mi az életnek az értelme. Miért? Én mindig tervezek boldogságot, de általában nem az jön eredményként. És akkor, hogyha így keresi valaki, felteszi ezt az intelligens kérdést, mert ez az intelligencia, amikor valaki kérdez, miért? Miért így van? Miért ez itt történik? Mit kell csinálni? Mi a megoldás? Ez az intelligencia. Hogyha valaki csak itt küzd, akkor az végtelenségig küzd, és akkor nincsen használva intelligencia. És a jóga ajánlott erre korszakra, ez a mantra jóga. Bhakti jóga, vagy mantra jóga, mert a legegyszerűbb és legkönnyebb ebbe korszakban, ahol klip tudat van, zavarodott a tudat, akkor sima, ilyen hosszú meditációkat végezni, az nagyon-nagyon nehéz. És alig lesz, aki tud egyáltalán ezt gyakorolni. De hogyha valaki bhakti jóga, a bhakti azt jelenti, hogy odaadó szolgálat, vagy szeretet jógája. És ennek a fő gyakorlatnak, mint most itt olvasunk a versen, ez a Hare Krishna mantra éneklése. Miért? Mert
nézzünk meg, hogy van a híres film Avatar. De mindenki hallotta, hogy van ez az Avatar, amit azt jelenti, hogy Istennek, amit nem arról szól a film, de Istennek az inkarnáció, az Avatar. És valamikor Isten személyesen jön, valamikor jön egy kiterjedése, ez az avatár, inkarnáció, és az ő neve, a Hare Krishna mantra, ez is avatár, ez maga Isten, a hang formába. Most lehet, hogy nekünk nehéz ezt megérteni, nem baj, ez nem probléma, majd erre. Amikor valaki kap lelki megvalósításokat, akkor tiszta lesz neki ez a tudás. Most fontos elfogadni. És akkor itt azt mondja, náma csintámani, Krishna. Szóval a Krishnának a neve, hogyha érinti a tudatot, akkor azonnal van egy hatása, azonnal tisztítja. Náma csintámani, Krishna. Chaitanya rasa vigraha. Akkor ember rögtön érzi, fú, ez valami kellemes, boldog vagyok. Valami nagyon megnyugodtam, nagyon jó érzem magam. Chaitanya rasa vigraha, purna shuddha. Hogyha akarja valaki tiszta tudatot, akkor hogyha valaki mondja Hare Krishna, akkor megtisztul a tudat. Nitya mukta. Hogyha akarunk, hogy ránk ne hasson az anyagi világnak a nehézségei, akkor, hogyha mondja Hare Krishna, akkor mukta. Feljebb kerekedni fogunk, és ezek a nagy nehézségek, ami tegnap nekem stresszt és depressziót okozták, mai napon lesz számomra, mint a borjú patának a lemnyomatába összegyűjt víz. Ennyi a nehézség. Az már nem nehéz. És miért így van? Bina, abina. Abina tvám, náma, námina. Mert Krishna és az ő neve nincsen különbség, nincs között. Például itt anyagi világban a nevek különböznek egymástól. Mondjuk, hogyha víz, itt van víz, ez a né vagy víz, ez csak egy ilyen feltételes dolog. Csak kitaláltunk, hogy erre a szubstanciára azt mondjuk, hogy víz. Ennyi. De a kapcsolat nincs vízzel. Viszont a lelki szinten máshogy van. Egy példát mondom erről, hogy értsünk. Ott, amikor mondasz objektumnak a nevét, az már maga objektum. Nincs kapcsolat. Például, hogyha a lelki világban valaki mondja víz, akkor már iszi a vizet. Mert nincs különbség a név és a objektum keresztül. Hát nézzünk egy pár dolgot a szanszkrit ABC-n. Nagyon érdekes, nem tudom, ez most latin, de van szanszkrit Devanagari írás, nem tudom, ki látta már, Bhagavad Gita-ban benne van, és az az írás, az nem ember találta ki. A latin, meg a ciril, meg minden kínai, meg japán, ezt mindenki találták. Mondták, hogy á, így fogunk írni, és ez lesz A. M, így. És akkor ez csak ki van találva. De a szanszkrit, ez nem így történik. Ez a nyelv, az nem pusztul el. Sose. Ez mindig létezik. Pusztítás, új teremtés, a szanszkrit mindig megmaradt, ezért ez a neve, hogy Akshaya. Akshara. Jási Sirázi Samasundar Kijai. Akshara azt jelenti, hogy hibátlan, büntelen, elpusztítatlan. Mindenki ismeri a om jelet. Ki ismeri a om jelet? Igen. Képzeljétek el, ezt az omot nem találták ki, hogy ez így kell csinálni, és akkor ez az om. Hanem a jogik úgy hívják, hogy risik. A risi, ez azt jelenti, aki drista, aki lát. És a tiszta szívű meditációba leül, és elkezdi vibrálni, om. És a hangvibrációból megnyilvánul ez az om. És akkor ezt leírta. Ki látta, YouTube-on mutatják, hogy a hanguknak van formája, van ilyen kísérlet, meg lehet keresni. Ráraknak ilyen homokot,
és különböző hang vibrációkat kapcsolnak, és mintákat adja a hang a homokba. Lehet látni. Szóval hang, forma, például ez egy hangvibráció. Ebben a világban minden hangból áll, csak ez egy nagyon tömör hang, hogy meg lehet fogni, képzeljétek el. Itt nincsen semmi, mint nem hang. Az egész világ omból jön. Ugye az om, ból nyilvánul meg a világ, és a mantrákból. Meg a mi testünk egy hangvibrációból, ugye teremtés úgy volt, az emberi test teremtve volt, hogy volt ez a hangvibráció, Ashrigram, ez a mi testüknek a neve, az embernek a neve, ami azt jelenti, hogy vérből van. Ugye bárhova tűvel megszúrjunk, folyik a vér. Ashrigram. Szóval ez a hangvibráció. És így az om, ez hang, akkor mikor ezek a rishik ülték és meditálták, akkor ők meditáltak az ABC-n, és akkor így megnyilvánul mele számokra az egész szanszkrit, vagy Devanagari ABC. Ezért ezek a írások nincs kitalálva. Ez a, mikor fogsz mondani helyesen mondjuk szanszkrit át, akkor fogsz látni ezt a jelet, á. És akkor kam, akkor ezt fogsz látni. Szóval ez a... mutatja, hogy hangvibráció az abszolút szinten nem különbözik a tárgyaktól. És ugyanúgy abszolút szinten, mikor egy rishi, megvalósított bölcs meditációban mondja Hare Krishna, azonnal látja Krishnát, Istent. Szóval ez a tökéletessége a meditációban. De nem csak látja, hanem nagy-nagy boldogságot tapasztal, mert Chaitanya Rasa, szóval Isten, ő egyfolytából boldog. Ezért mondják, hogy Ananda. Abszolút igazság, ő Ananda. Lélek is Ananda. És amikor lélek transzcendentális hangvibrációt vibrál, akkor ő is érzi az Anandát, azt a boldogságot, szeretettet. És most is tapasztaltunk, hogy most volt mindenki, sajnos nem voltam, nem vettem részt, bocsánat, de most is mindenki énekel, táncolt, és már tapasztalták. Az az érdekes, hogy nem kell valami komoly előkészítés, valamilyen képesítés, kiválasztottnak születni, hogy valaki ezt tapasztaljon. Csak hogy elkezd énekelni, azonnal lesz tapasztalat. Mint van nagyon jó vers, erről, hogy a Hare Krishna mantra gyakorlat rögtön boldogá teszi. Abban a pillanatban. Nem kell várni semmit. Maha Madaka Prema Pala. Ugye, mivel ez a Hare Krishna mantra ebben korszakban nagyon különleges hangvibráció, akkor Maha Madaka transzcendentálisan nagyon mámoró hatása van. Amikor valaki énekel, akkor meg van mámorítva. Mahamadaka Prema Pala. Miért? Mert maga Isten a szeretet, és mikor valaki vele kapcsolatba kerül, énekel Hare Krishna mantrát, ő is kezd érezni ennek a hatását. Mahamadaka Prema Pala. Ez egy gyümölcs, ez az összes más jogának az érett gyümölcse, ez a Hare Krishna mantra. Minden jogi, aki eléri a legmagasabb szintet, a gyümölcse annak az lesz, hogy elkezd énekelni Hare Krishna mantra. Mahamadaka Prema Pala Peta Barikaya. És hogyha bárki jön ide Krishna völgybe valahol, és próbál ezt a gyümölcsöt ide rakni, énekelni, ahogy mondják, hasát telítőmi, hallgatja, részt veszi éneklésbe, akkor milyen hatása lesz? Matila és Sakalaloka, az azt jelenti, akkor az mindenki, aki valahogy érintésbe jön, Sakalaloka az egész emberiség a világon, Matila, meg lesz transzcendentális mámorítva. Fú, mi ez? Sose volt ilyen. Sose tapasztaltam. És milyen külső megnyilvánulása lesz?
Hase, Nace, Gaia. Emberek elkezdtek mosolyogni, nevetni, Hase, Nace, ők is kezdenek énekelni, tapsolni, táncolni, ez a Nace, ez a táncolni, Gaia, énekelni, és egész világ csak el lesz árasztva ennek a transzcendentális vibrációnak a szeretetnek. Ez a tudomány. Sokan gondolják, hogy a materialista dolgok az a tudomány, és a lelki dolgok ez a hit. Nem, ez a hit, ez azt jelenti, hiszek vagy nem hiszek, de lehet, hogy van, lehet, hogy nincs. Ez a hit. De a tudomány azt jelenti, hogy jó, akkor mondunk, hogyha ezt csinálod, ezt a gyakorlatot, ezt fogsz tapasztalni. És akkor kísérletbe bizonyítható. És ez a tudomány, amikor ellenőrizhető, és kísérlet által bizonyítható. Amikor nekünk mondja a tudomány, hogy a fehérje összeállt, aminosavokból magától, ami mai napig kísérlettel nem tudnak bizonyítani, az csak egy hit. Nincs semmi bizonyíték. Kísérlettel nem bizonyítható. Na ez a hit, és mi hiszünk, hogy semmiből vál lelki világ, anyagi világ semmiből létrejött, csak a aminosavok meg a spirálok, hogy jöjjük, DNS. Így elhiszünk, hogy nekünk nem is bizonyítanak, akkor mi vakkövetők vagyunk. Itt pedig azt mondja, ne legyél vakkövető, itt van lelki gyakorlat, próbáld meg, és megkapod a bizonyítékot. Hase, Nace, Gaia, és akkor mindenki boldog lesz. Igazából, mert léleknek, mivel megbeszéltünk elején, hogy lélek mindennel legfontosabb és magasabb, és hogyha lelki szintünket rendbe hozunk, akkor ez egy univerzális megoldás, akkor az egész, akkor a tudatunk, a testünk minden harmóniában lesz, és minden boldog lesz. Ez a legfontosabb. És akkor ez egy, igazából ez a vers, ez egy pont tudomány, amit mondja. Amikor elkezdesz énekelni, akkor meg fogsz győződni, hogy Hare Krishna és Krishna, Isten, nincs különbség. Ahogy mondtam, ugye amikor omot valaki mondja, és fog látni omot, mert ezt nem találta ki senki, ez a hangnak a formája, ez ugyanúgy, hogyha mondom Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, akkor fogok látni Isten, mert nem különbözik. Mert az az abszolút szint, nem anyagi szinten, ahogy beszéltünk, el van választva. És rajtunk múlik. Mi akarunk kipróbálni, akkor meg lehet, és nagyon gyorsan lehet tapasztalni elégedettséget, boldogságot, és immunos válni a nehézségekre. Ez a legjobb. Mert ebben a világban mindig lesz hideg, meleg, jönnek a betegségek, de aki lelki szinten van, nem zavarja meg, nem lesz zavarba, nem kell nyugtatót szedni, nem kell menni pszichológushoz, ő lesz a pszichológus. Oké, köszönjük szépen, lejárt a időnk, és a kérdéseket majd lehet, hát Facebookon én már töröltem a Messengert, de kommentekben lehet írni valahol kérdéseket. Köszönjük szépen! Jai Grantaraj Sri Chaitanya Charitamrita ki, Jai Shri Radha Shyama Sundar ki, Jai Shri La Prabhupada ki, Jai Nitai Gaura Premanande Haribo. Gaura Bhaktavrinda ki, Jai.